hifi házimozi világában talán az egyik legszélsőségesebb témakör, amikor kábelekről, tápszűrőkről és elosztókról beszélgetünk, de van egy csomó ilyen pici ugye, fakocka, amit a kábelek alá rakunk, meg a többi. Ezek a dolgok mindig egy picivel sarkalatosabb témák, amiről még a nagyon komoly fanatikusok sem mindig értenek egyet, és én azt gondolom, hogy sokan, akik ellene vannak, ezeknek a dolgoknak nem a helyén kezelik, és nem egészen úgy látják ezt, ahogy azok, akik éppen ezt használják otthon. Úgyhogy ennek a témának szeretnék egy kicsit nekiesni, miközben az AudioQuest Niagara 1200-as tápszűrőt és elosztót fogom taglalni. Nálam van már 2 hete ez a termék, úgyhogy az ő vele kapcsolatos személyes élményemet szeretném megosztani, hogy mire lehet nála számítani, mi az, amit ő nyújt más olcsóbb elosztókhoz képest, ad-e hangminőségbeli különbséget, és mikor éri meg foglalkozni árfekvés tekintetében egy ilyen jellegű termékkel, ha egyáltalán érdemes foglalkozni. Az AudioQuest Niagara 1200-as, az egy 340 ezer forintos cédulával jött a magyar piacra, amely az én olvasatomban azért inkább a középkategória és a felső kategóriának az alsó szegmensét próbálja becélozni szerintem. Nyilván, hogyha valakinek ez túl olcsónak tűnik, akkor jóval drágább, komolyabb konstrukciókat is lehet venni a gyártó kínálatában. Nyilván az már az abszolút high-end színvonalat képviseli, de én azt gondolom, hogy az én esetemben még ez is brutálisan túlzás. Ugye, hogyha bármennyire ismered a videóimat, tudod, hogy min van itthon, akkor egy 250 ezeres hangfalmi, egy 250 ezeres erősítő mellé egy ilyen tápelosztó nem feltétlenül a leglogikusabb lépés, tehát én magamnak itthon egy ilyet nem is vennék pont ezért, mert nem gondolom, hogy ez a kategória az, amiben én vagyok, amivel ez a termék megpróbál célozni. Ennek ellenére hangzásban abszolút jelen van a jelenléte, tehát megjelenik az, hogy mi változik a hangban, egyértelműen nem kell keresgetni, ez nem az a kategória, amikor banándugót cserélsz egy kábelen, és most figyelsz, hogy akkor most tompább lett-e vagy sem. Nem, itt markáns, erőteljes különbségek vannak ilyenkor a hangzásban, ami már egy olcsóbb, idézősen olcsóbb szetnél is abszolút megjelenik. Nyilván, hogyha középkategóriának a felsőbb szegmensét nézzük, mind elektronika, forrás, hangfal tekintetében, vagy akár egy abszolút felső kategóriát, akkor sokkal markánsabb különbségekre lehet számítani szerintem. Egy-két tesztet elolvastam, miután én magam is leteszteltem itt az elmúlt hetek során, és láttam azt, hogy miként írják le a differenciákat. Én nem hallottam ennyire brutális szélsőséges változásokat, mint amit térélményben leírtak az emberek. Hogy pontosan mit hallottam erre, majd külön kitérek, de először nézzük azt, hogy külsőre kialakítás tekintetében mit kapunk. Egy brutálisan masszív, vastag, 7 kilós fémborítást kapunk körbe, egyik végén egy kapcsoló, hátulján pedig 7 darab ajzatot, 2 nagy és 5 lineáris, kisebb áramfelvételű eszközöknek dedikáltat. A kialakítás érdekessége, hogy rugalmas az elhelyezése, tehát állítva, fektetve, arca borítva is lehet nyugodtan használni, ugye annak függvényében, hogy milyen szituációt, berendezésed van. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy a kábelek ne hátrafele fussanak ki ugye az elosztóból, akkor tudod arcra borítani az egész elosztót, és akkor így felfele az égnek nézve jönnek. Nyilván, hogyha olyan a bútorod, hogy a falhoz közel van tölve, és hátul nem tudom, van egy 15 centis hely, akkor oda ezt be tudod így suvasztani, és akkor egész kevés helyet foglal. Viszont, hogyha az igényed, hogy van egy külön hifi rekked, állványod, van egy 43 centis helyed, ahova mondjuk egy CD lejátszót raknál, vagy erősíted, vagy bármit, de van ennek egy külön dedikált helyed, akkor oda be tudod rakni a Niagara 1200-asod, és akkor olyan, mint hogyha egy egész klasszikus hifi tornót építenél fel, és az elosztónak is egy külön kis helye van. A belső komponenseket tekintve kis ellenállású, tömör belső vezetőket kapunk, amely sterilitást és minimális torzítást ígér a kondenzátorokkal egyetemben. A később bementek ezüstözött tiszta berillium léz érintkezőkkel szereltek, ez további zajcsökkenést ígér a gyártó szerint. Ezen kívül az AudioQuestnek a jogvédett saját fejlesztésű GND technológia is be van építve, amely azon dolgozik, hogy a rádiófrekvenciás és elektromágneses mezők által létrehozott, generált zavarokat semlegesítse, kiírtsa a rendszerünkből. Ennek eredményeképpen pedig az AudioQuest azt ígéri, hogy a rendszerünk egy emelkedett hangminőséget fog magából kisajtolni, tehát úgymond a potenciáját tudod maximalizálni a rendszerednek. Na most ez az elosztóhoz, tápszűrőhöz kaptam az AudioQuest-től 2 darab tápkábelt is, hogy ezzel tesztelgessem. Ez a Blizzard sorozatból van, ha jól emlékszem. Ez egy ilyen 200 000 forintos árfekvés darabja, nyilván méter függőnye változik. Hát kegyetlen. Azt tudni kell ezekről, hogy brutál merevek, van egy átfutásuk, tehát nem tudod őket nagyon könnyen behajlítani, tehát ehhez hely kell tényleg, hogy ezt rendesen használni tud. Viszont én úgy voltam vele, hogy
oké, hogy ezek komoly távkábelek, de hogyha én egy komolyabb távkábelet is használok egy új elosztóhoz, akkor nem tudom, hogy melyik adja a hangzásbeli különbséget. Úgyhogy használtam őket is, de most, mivel ez a videó nem ő róluk szól, hanem a Niagara 1200-asról kizárólag, ezért úgy voltam vele, hogy inkább a saját Isotec-nek az Initium távkábeleit használom itthon hozzá, hogy mindenképpen kizárjam azt, hogy mi az, ami változik. Ugye én próbálom mindig így nagyon specifikusan kizárni azt, hogy mi hoz eredményt és mi nem. Na most, hogyha ezeket bekötöm, akkor nyilván az is valamit változtat a dolgon, amit nem szerettem volna, úgyhogy ezt is hallgattam, igen, az komolyabbnak mondható, de az Isotec Initiumok voltak végig a faltól az elosztóig, az elosztótól az elektronikáig és minden kiegészítőig, úgyhogy azokkal teszteltem végig a Niagarát. A tesztelések során az történt, hogy az olcsó 1-2000 forintos IKEA-s elosztót használtam, majd utána az Isoteknek a Polarisát, ami egy ilyen 100-120 ezer forintos árfekvés, amit egyébként ilyen alapmodellnek mondanak, túl nagy varázslat azokban nincsen, itt annak is hangját is hallani, hogy valamit változtat, picivel tisztábbnak mondható. Viszont a Niagara 1200 ugye ezekhez képest egy elég nagy lépés árban is, ugye, jóformán több mint háromszorosa, mint ahogy két és félszerese, mint az Isotec, és azt mondom, hogy hangzásban ez nyújtotta a legmarkánsabb differenciát, amit én hallottam itthon a saját szettemen. Első bekötésnél arcon csapott az, hogy egy jól erőteljesebb, izmosabb és vaskosabb alsó tartományt hallottam, és azonnal jött ugye a gondot, hogy na most ez placebo vagy nem. És kikötöttem, eltűnt az érzés, bekötöttem, visszajött az érzés. És tízszer megcsinálod, mind a tízszer ugyanazt hallod, és ez megjelenik a középtartománynál, gitároknál, énekhangoknál, egy icipicivel, nem azt mondom, hogy tisztább, de mint hogyha kontrasztosabbak lennének a hangok, egy picivel. Megjelenik abszolút egy olyan réteg a zenében, amit egyébként nélküle nem hallok így. És nincs hiányérzetem egyébként az elosztó nélkül egyáltalán, viszont amikor ezt bekötöd, akkor hallod azt, hogy egy picit minden feljebb jön, ami nélküle meg egy kicsit szürkébbnek érződik. Na most önmagában én szeretem a szettemet, nem vett el a kedvemet egyébként attól, hogy hallgassam, hogy most nincs egy 300 ezeres elosztom, nem erről van szó. Én kicsit azt érzem, hogy a kontraszt arány, mint a plusz 2 lenne mindenem. Még a barátnőmnek is megpróbáltam megmutatni, hogy egy zene erejéig, hogy átköltöttem az egyiket a másikra, és ő is azon, hogy felemelte a szemét, hogy azt is ez nagyon durva, hogy tényleg hallani, és valóban így feljebb emel egy-két bizonyos hangot az elektronika vagy a hangfal. Ugye nyilván itt ilyenkor a komplett vérkeringése a rendszernek más lesz ugye papíron, amelynek van egy ilyen jellegű eredménye. Na most volt olyan zene, ahol nem mondanám, hogy hallottam különbséget. Manu de Lago egyébként, ugye őt már említettem korábbi csáriós videómban, ahol ugye ezt a pármilliós szettet, olasz szettet teszteltem. Na ott például, ahol nagyon finom lágy hangok vannak, és még azt mondom, hogy jóval finomban, mint egy akusztikus gitár, ahol azért karcolni tud ugye a húr hangja, vagy a gitár hangja. Ugye a Manu de Lago meg az a hang nevű hangszeren ugye egy pötyök. De szerintem pont egy olyan hang, amin nem annyira érzékeny, nem mondanám, hogy itt bármit hallottam. Amikor vannak lábdobok, amikor vannak énekhangok kontrasztosan brutál erős mély hangokkal, akkor érezni a legjobban a különbségét annak, hogy itt egy tápszűrt rendszerről van éppen szó. Összesítve azt gondolom, hogy akkor érdemes ilyen jellegű termékekkel foglalkozni, hogyha a szettedet már úgymond véglegesítetted. Megvan a hangfalad, erősítőd, forrásod, hangfalkábel, minden egyes kiegészítő megvan. Viszont a tápszűrés elosztás az még nem lett megoldva, akkor én azt javaslom, hogy az legyen az utolsó lépcső. Az egy picit olyan, mint az utolsó simítás, mint egy festményen a, nem tudom, lakkozás, vagy egy polírozás egy kocsin, vagy nem tudom, a utolsó kis díszek egy ételent. Én azt gondolom, hogy az arról szól, hogy a potenciált, amikor 95%-on van a szetted, akkor 95-től feltolod 100%-ra az adott árfekvésben. Én ekkor javaslom, hogy foglalkozz olyan jellegű kiegészítőkkel, mint amilyen az a Niagara 1200-as. Tudtam, a jövő héttől már elérhető lesz egyébként az országban ez a Niagara 1200. Hogyha kíváncsi vagy ilyenre, vagy tervezel beruházni egy olyan tápszűrőre, amellyel az említett módon egy kicsit a potenciát maximalizáljuk, akkor én javaslom, hogy egy ilyennek adj esélyt, meghallgatást téren biztos lehet való tesztet kérni, vagy tesztelni. Engem alapvetően meggyőzött brutális, de nem ebben az árfekvésben mozgok én a szettem kapcsán, hogy ide integráljak egy 344-es elosztót. Ettől függetlenül le a kalappal, mert a termék szerintem elég masszív lett.